színpadon Rozsonics Ildikó Magyarországról. Gratulálok!
Ildikó! Gratulálok neked, ahogy mondják, ezt oda tetted. Nagyon oda tetted. Szerintem is tökéletes volt. Tényleg? Igen, nagyon jó volt. Ejha! Tökéletes volt. Láttalak a backstage-ben, és nem értettem, hogy mi történik, mert Ildikó általában nagyon csendes és összeszedett. Most viszont teljesen fel volt dobva. Nem tudtam, hogy mi van vele. Igen, de nagyon jó volt. Eleinte azt gondoltam, hogy kicsit félénk vagy, de most látszik rajtad, hogy szeretsz a színpadon lenni. Így van, igazad van. Tetszik neked az előadó művész? Lássuk, mit gondol a zsűri a mai előadásodról. Kezdjük Erikával. Bármihez nyúlsz, tehetséged van. Bármihez. És annyira jó, hogy így élvezted az egészet, hogy ilyen boldog voltál közben. Teljesen melegség töltött el a szívemet, mert büszke vagyok rád, mert nagyra tartalak, mert hatalmas vagy a színpadon. Tehát amit művesz ezzel a hangszerrel, tehát hogy esélyem nem lenne, gyakorolhatnék én 60 évig is, tehát soha a büdös életben nem tudnék így játszani, ezzel a lazasággal, ezzel a természetességgel, szeretettel, ahogy te ez az egész műfajhoz viszonyulsz. Szóval meghajolok előtted mélyen, és nagyon köszönöm, hogy ilyen büszke lehetek rád. Én köszönöm. Kedves Ildikó, tetszett az előadásod. Végig összhangban voltál a zenekarral. Tetszett a technikád, a különböző részek, a skálák, és minden. Egy igazi komoly zenész vagy. Köszönöm. Köszönöm. Halljuk a mestert. Igazán nagy öröm nézni is téged. Olyan boldogan csinálod, amit csinálsz. Így még nem hallottam ezt a művet. Valószínűleg nem hallgatom gyakran ezt a zongora versenyt, de egészen hihetetlen volt. Látszik, hogy élvezed a fiatalságodat. Hallottam, hogy zenét is szerzel. Ez nagy tehetségre val 14 éves korban. Gratulálok neked, és a legjobbakat kívánok. Nagyon köszönöm. Sok zenésszel találkoztam, már voltam rockkoncerteken, láttam komoly zenei koncerteket, de te egészen egyedi vagy, és most több millió emberhez jut el az előadásod. Gratulálok! Köszönöm szépen! Nagy tapsot! Elképesztő volt! Köszönöm! Akitől pozitív véleményt kaptam, és a szavak, amiket használtak, hihetetlenül jó érzéset ötöttek el. És főleg az, hogy egy olyan embertől, mint a maestro Placido Domingo egy olyan értékelést kapni, hogy hihetetlen volt a produkció, mert ez egyszerűen elképesztő és hihetetlen.